Üdvözlök mindenkit, NekroKrim vagyok! 1848-as szabadságharc, forradalom és szabadságharc a magyar történelemben. Mondhatni, hogy úgy vonult fel, mint egy aféle identitásharc, amikor a magyarok a Habsburg elnyomás alól fel akartak szabadulni. És ekkor néhány fiatal ember, akiről netán te is hallottál, köztük tán a leghíresebb magyar név, mondhatni úgy, Petővi Sándor, ha más valakiről nem hallottál soha, de valami rémlik, valami 48-ról, és, és valami szabadságharcról, és valami Petőfiről, igen, ő az. Mondhatni úgy, hogy a 48-as szabadságharc talán leghíresebb alakjáról beszélünk. Na most, többen voltak? Természetesen, tehát volt ott vasvári, volt ott nyári, e, nyári pár, volt ott táncsics, és jókai, és többen voltak. Ezek a fiatal embereknek az a közös jellemzőköd, azon kívül, hogy nevükkel és arcokkal a szabadság harc élére álltak, és haltak, ezen kívül egy közös jellemzőjük van mindannyian írók, költők voltak. És igen, ezen híres írók, költők, akik, hát talán Petőfit leszámítva, némi katonai tapasztalatuk volt, a forradalom élére álltak, mert azt mondták, hogy elég az elnyomásból, és szeretnénk visszakapni a hazánkat. Az egyik legjelentőség teljesebb eseményről beszélünk a magyar történelemben és azt hiszem, hogy a minimumot talán minden magyarnak tudnia kell erről. Hiszen, hogyha sétálsz Pesten és felbukkannak ezek a nevek, akkor legalább tud, hogy mihez van közük, ha nem is ismered a teljes történetet. Ezek a fiatal emberek egy napon leültek, az biztosan hallottál, és Pesten még mindig ott van egy híres neves Pilvax kávéházba, és megalkották az úgynevezett 12 pontot, Mondhatnám, hogy a 12 pont mára már elavult, de hazudnék. Mert az első pontja a 12 pontnak kívánjuk a szabadságást és cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Á, de jó, tovább, tovább, nem haladok, mert még a végén ö, letiltanak itten. De egy -e fene. Szóval, Szeretnék egy kis párhuzamot. Miért is mondtam el ezt a kis rövid történetet ennek a videónak az elején? Szeretnék párhuzamot vonni modern korunk és akkori kor között. És szeretném kiemelni ezt a pontot, hogy kívánjuk a sajtószabadságát és cenzúra eltörlését. Feltezném a kérdést, hogy a költészet, Miről kell, hogy szóljon? Az 1848-as forradalom idején arról szólt, hogy a nép álljon be és küzdjön a szabadságáért. Rengeteg ilyen vers volt, amelynek háttértartalma arról szólt, hogy a szabadságunk a legfontosabb. A költészet mindig valahogy arról az adott korszakról szólt, amiből élünk, és alapvetően háttérben vagy egyetértett az akkori rendszerrel, de legtöbbször nem értett egyet az akkori rendszerrel, és változást követelt. Amikor békésebb idők voltak, a költészet a szerelemről szólt most, <laughs> nagyon általán is ötjöttem. De alapvetően valahogy a költészet mindig, és, a, és a, az irodalom legalábbis Magyarországon, uh, valahogy arról szólt, hogy a népnez eljuttassák azt az üzenetet, hogy gyerekek, valami rosszul folyik itt, és tenni kell ellene. 1848 idején az irodalom volt a szórakozás. Ha úgy tetszik, az akkori játék. A kávéházba járás volt az akkori Discord. Az emberek ott beszéltek, társalogtak, és tudták meg a legfrissebb híreket. Manapság az internet világában mindenhonnan ömlik ránk minden. De legjobban talán az ömlik ránk, amit a legnagyobb médiumok sugároznak. Az a jó dolog, hogy Magyarországon azért az emberek viszonylag a realitás talaján állunk, és túl kicsi ország vagyunk amúgy is hozzá, hogy tőlünk bármiféle divati irányzat kiinduljon manapság már, és a hangunk nem elég hangos. Ezért mi, mint magyarok és mint magyar állam, hogy is mondjam, a féle külső szemlélő vagyunk a történelemben. És, vagyis hát az eseményekben, bocsánat, a történelemben, és már egy jó ideje, csak külső szemlélők vagyunk, sajnálatos módon, de mi magyarok, és mi a modern kor gyermekei már egy külső, külső szemlélők vagyunk abban, az új divat irányzatokban, amelyek megjelennek a nyugati társainknál. Gondolok itt például a vók kultúrára, gondolok itt például a cancel kultúrára, gondolok itt a social justice warrior kultúrákra, ami már nálunk is felütötte a fejét, ahogy Dancsó fogalmazna, a máltai üzletasszonyok szemé nevében, mert annyi badalságot összehordani, amit azok összehortak elképesztő. Na aki egy kicsit is, vagy nem él a szikla alatt, ezekről mind hallott. És mondjuk úgy, hogy a végén kicsúcsúsodik. A cancel culture, az, kicsit beszélünk mindegyikről, jó? A, és végén mondjuk kicsúcsosodott ez az egész, és most félre ne értsétek, amit itt mondok, jó? kicsúsított abban, hogy a Facebook, Google, illetve Twitter együttesen tiltották le az ex-amerikai Egyesült Államok elnökét. Nem, nem vagyok Trump fan, és stb. és stb. Igen, attól függetlenül ismerem a történetét a csókának, és nagyon-nagyon élvezettel követtem az amerikai politikát, mert elképesztő kabarénak tartottam, hogy mi ott folyik, és egy ilyen pattogatott kukoricával lettem, de ez addig folyult, ez a dolog, amíg letiltották a social médiáról az Amerikai Egyesült Államokon. Ez <hums> egy tiszta üzenet volt a médiumok részéről, a pénzzel rendelkező médiumok részéről, hogy nincs hatalmad, akárki lehetsz. Azt fogod hallani, amit mi szeretnénk, azt fogod olvasni, amit mi. Szeretnénk, és azon ügy mellé állunk, amit mi szeretnénk, és te ezzel ellen nem tesz semmit, légy akárki. Számomra ez volt az üzenete. Nem az, hogy, ú, de szeretem Trumpot, vagy utálom Trumpot. Nem, az volt az üzenete, hogy egy ekkora befolyással rendelkező embert eltüntettek a föld felszínéről. És ugye ez az ember később átment a Parler nevű uh, social médiához, az olyan, mint a Twitter, a Parler, és a Google kivette a Parlert a Google play Értitek, hogy mennyire, milyen szinten irányítás alatt vagyunk? Ez gondolom nem újdonság nektek se, nekem se, de egy kicsit érdemes belegondolni a súlyába. Itt tennék egy kis lábjegyzetet, imádom a magyar nyelvet, azért, mert senki nem érti, mert nem érti senki a világon, és majd, hogy nem szabadon beszélünk arról, amiről szeretnénk. Kivéve, ha Magyarországon laksz. Ja, igen. Mert, hogy például, ami Magyarországon folyik jelen pillanatban a sajtóval, illetve az egyetemekkel, az oktatással ankomplett, az én elszörnyöködve nézem, és teljes mértékben nem értek vele egyet. És akkor, mielőtt kicsit rátérnék a kultúrákra, amit itt, itt felsoroltam, felteszem a kérdést, hogy mi gémerek, akik játszunk és videókat készítünk és beszélünk, ötletelünk, kötelességünk-e felhívni a figyelmünk, figyelmet az embereknek arra, amire annó az 1848-as költői és írói hívták fel az figyelmet, hiszen egy aféle mondhatni, média cenzúrában élünk jelen pillanatban is, és nehéz hozzájutni valóságos és valódi információhoz, csak akkor, hogyha az a nagyobb médiumok, által elfogadottról van szó. Vagyunk-e mi videósok a modern kor költői, a modern kor 48-as harcosai, vagy szabadságharcosai lehetünk-e mi vagyunk-e, vonhatok-e párhuzamot valami olyasmi, valami olyasmi nemes dolog között, hogy videójátékok, e és bocsánat, valami olyan nemes dolog között, hogy költészet és videójátékok. Ezen érdemes elgondolkodni. Kicsit beszélgessünk ezekről a dolgokról, amiket felsoroltam ezek a kultúrák. A cancel kultúrának talán az egyik leg, számomra leg, legjobban megragadt eseménye, amikor egy, Zoe Quinn nevezetű hölgy megvádolt. Zoe Quinn amúgy egy játék tartja magát, de eddig csak átverte az embereket és lenyúlta a pénzüket. Mindegy, megvádolt egy játék készítő férfi társát azzal, hogy szexuálisan zaklatta. Na most ez természetesen, hogyha ez igaz, akkor ez eléggé nagy bűn mondhatni így, és eléggé etikátlan viselkedés a férfi részéről. De ami történt, hogy végül a férfi öngyilkos lett emiatt, mert hogy az emberek rászálltak interneten, és fenyegették, és különböző üzeneteket hagytak a, a, a social médiáján, amitől, amitől végül a férfi teljes mértékben öngyilkosságban menekült, ami is később kiderült, hogy ezek a vádak teljes mértékben megalkotott vádak voltak, és semmi sem volt belőle igaz, és emiatt egy ember elvesztette az elvesztette elvette a saját életét, azzal még nem lett volna baj, hogy valaki, um, Zoik Quinn nevében, ugye, megvádolja ezt a férfit az hogy szexuálisan zaklatta. A probléma ott volt, hogy az egész többi másik társadalom, annélkül, hogy bármit kiderített volna arról, hogy ez igaz-e vagy sem, teljes mértékben eltüntette, el, eltüntette ezt a férfit a földszínéről. Ezt követte a MeToo koltóra, mert hogy amikor az első ilyen megtörtént, akkor sorozatosan bukkantak fel az ilyen jellegű vádoskodások, mondhatni így, és mostanra már okosak lettek az emberek, fő, ö, akik, akik ennek az áldozatává váltak, minden beszélgetésüket rögzítik és videózzák című történet. Szóval, ö, ja, legyél óvatos, kivek és mit mondasz el, mert az emberek, mint a birkák, anélkül, hogy bármit tanulnának az ügyről, vagy kiderítenének az igazságról, mennek és ők úgy gondolják, hogy igazságot fognak szolgáltatni. A másik dolog a social justice warriorság. Biztosan hallottatok, az egyik remek példa Magyarországon tényleg a máltai üzletasszonyok nézhetek utána, és ahogyan beszélnek, és ahogyan vélekednek dolgokról. Egyszerűen elképesztő, amilyen üzenetet terjesztenek. És készült erről egy tanulmány, amúgy a social justice warrior mentalitásról, amit szeretnék egy külön videóban megosztani ö, veletek, mert egy nagyon érdekes koncepciója az egésznek. A részben annyit szeretnék erről elmondani, hogy biztosan régen nem volt annyira zavaró, ugyebár, mert de volt biztosan neked is olyan ismerősöd, akire azt mondtad, az meg, hogy annyira hülye, hogyha leereszkedsz a szintjére, rutinnal megver. Érted, amit mondott. Ez annyira hülye, hogy hiá, nem lehet vele vitatkozni, mert rutinból megver. Szóval ez valahogy így lehetne leírni a social justice warriorokat. Semmi sem tetszik neki és nekik és mindenen megsértődnek és hogyha te um, Hogyha neked valami nem tetszik, vagy nem úgy gondolkodsz, ahogy ők, akkor rázzúzzítják az egész, az összes haragukat, és ezt mind követik a társaik, akik hasonló szőrben éreznek, és, és egyszerűen kitalálnak egy igazságot, ami csak az övék, és csak az létezhet és amit te mondasz, az nem jó. Szóval ez is egy ilyen kultúra, aki bővebben utána akar nézni, biztosan vagy biztos vagyok benne, hogy megtalálja a szavakat. És ugye az, hogy a, addig eljutottunk, hogy a nagyobb médiumok, mint a Google, Facebook, Twitter, bla, bla, bla képesek letiltani egy mondhatni eléggé befolyásos embert, az megkérdőjelezi az, hogy milyen információt kapunk, és adnak mi nekünk át ezek a médiumok. Egy ilyen információ az a legegyszerűbb dolog, ami befolyásolja a jövőnk generációját. Egy ilyen információ például egy film. Egy ilyen egyszerű dolog, mint egy film. És felhozom nektek a legtriviálisabb példát. Star Wars. Az új Star Wars. És a főhősnője Rey. És az antihős, ugye Kylo Ren. Réből egy úgynevezett mériszút csináltak. Mit jelent a mériszú? Egy olyan alak karakter az adott filmben, ami sérthetetlen, és mindenkitől mindent jobban tud. Felteszem a kérdést, ha egy ilyen karaktert néznek a gyerekeink például, ahol a főhős akadálytalanul halad végig mindenkit, mindent legyőzve az útjában, és semmi sem akadály neki. Ha ezt látja egy hogy gyerekünk, hogyan fog megtanulni, fejlődni, hogyan tanulja meg azt, hogy nem minden azonnal kerül le elé az asztalra. Ugyanis mi volt a Star Warsban? ré, amint felfedezte, hogy neki van ereje, rögtön az első részben legyőzte Kylo Ren aki nem mellesleg már képzett, mondhatni félig Jedi volt, de mindenképpen Sith lovagba átment és mit csináltak Kylo Remből, amikor valamikor Darth Vader egy karizmatikus figura volt, akitől félni lehetett a főhősöknek, Ebben a filmben Kylo Remből egy sírdogáló, dühöngő gyereket csináltak, akit az amúgy friss Jedi, uh, még nem is mondani, friss Jedi jelölt, aki most fedezte fel az erejét, könnyedén legyőzött. És ezt mind a három filmen keresztül. <laughs> Erről beszélünk, mi? Akarsz egy gyerekfilmet is, hogy mondjak? A legújabb mulán. A, Mul a legújabb mulánból is egy Mérisz úgy csináltak. Az a mulán tökéletesen tudott mindent, az erő az már benne volt. És uh, ő, csak, uh, ő, ő, ő csak eddig titkolta, hogy ő ennyire erős, és, és a többi, és a többi. Szóval, manapság egy filmben egy férfi nem győzheti le a női főhőst nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a női főhős, az elmúlt években beszélek itt már, a női főhős sosem kapott ki a férfitól semmilyen szituációban, de hogy nem csak a főhős, hanem általánosan a nők. Pedig, hogyha egy főhősnek egy fejlődésen kell keresztül mennie a sorozatos vereségek miatt, amit ugye a fő ellenség ez údít rá, akkor megtanulja értékelni és tisztelni azt az erőt. És hogyha ezt látjuk a filmben, ugye, hogy a fős egy ilyen utazáson megy keresztül, az általa elkövetett győzelem majd a rossz fion sokkal nagyobb értékkel bír számunkra is. Ha azt tanuljuk meg, hogy az életünk során megküzdünk valamin, és a sok bukáson keresztül jutunk el győzelemhez, akkor sokkal többek leszünk, mint hogy ha azt látjuk, hogy minden könnyedén a kezünkbe kerül, és a rossz fiúk, azok csak elállnak az útból, mert mi vagyunk a jó fiúk. És amikor egy ilyen mentalitásban, amikor, hogy én csak a jó vagyok, álljál el az útból, akkor ilyen divatirányzatok uh, születnek meg, mint a social justice warrior -ok. um, Itt azt hiszem, hogy abba is hagynám már a nagyon érzék, mert innentől már túl érzékeny talalra um, távoznék, és nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy annyira... Um, Intelligens vagyok, hogy ezt úgy tudjam megfogalmazni, hogy egyes emberek kiakadjanak teljes mértékben ezen a témán. De a fő kérdés az az, hogy, hogy vagyunk-e mi gémerek azok, akik régen a költők voltak, és szükségeltetik-e, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy valami nincs rendjén körülöttünk. Ezt válaszoljátok meg nekem. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Következő videóig sziasztok!